Te tudtad, hogy a fájdalomcsillapítók 50%-kal növelik a szívinfarktus kockázatát? Most következzen egy német TV Report részlet, amit lefordítottam, és a végén megválaszolom én azt a kérdést, amit a hölgy feltett a szakértőnek, de a szakértő nem erre válaszolt. A legelterjedtebb halálokok a szívinfarktus és a stroke, tehát az artériákat védeni kellene az eltömődéstől. Hogy teheti meg ezt az ember a legjobban? Hát a legsűrűbb halálok, maga a gyógyászat, nem a szívinfarktus és a sztrók. És mindig hibásan áll a halotti bizonyítványon, a szívinfarktus és a stroke azok különböző módjai a halálnak, aminek megint csak különböző okai vannak. És nem a koleszterin az, ami eltömíti az artériákat. Nagyon sokszor helytelen a vér alkotó elemeinek az összetétele, nagyon sokszor gyulladásban vannak az érfalak. És szintén rengeteg problémát okoz az a finom por, amit belélegzünk. És nagyon sokszor igen fontos szerepet játszanak a gyógyszerek is. Mint például a nagyon elterjedt diklofenák, vagy Voltaren, amelyek a szívinfarktusnak a kockázatát 50%-kal növelik, csak erről nem szoktak beszélni. Nos, a feltett kérdésre, hogy hogyan tudjuk megóvni a a vér edényeinket attól, hogy eltömődjenek, az a válasz, hogy fogyasztani kell egy kis kordipányt. Ugyanis ez az ital, ez gyönyörűen letakarítja a plakokat az érfalakról, és szabaddá teszi az ereket, javítja a mikrokeringést, a hajszálerekbe való keringést. Úgyhogy én szerintem ez a válasz arra, amit a hölgy szeretett volna tudni.